Emberek álmodoznak, vasutasok akarnak lenni, tűzoltók, hogy József Attilára gondolunk. Mindenféle szakma szeretet ébred az emberben. Talán a legtöbben orvosok szeretnének lenni, vagy legalábbis valahogy jó lenne foglalkozni az emberrel, gyógyítani őket. Viszont az orvosok közül nagyon kevesen vannak, akik, hát nem is tudom, hogy mondjam, azt a fajta szolgai hűséggel végzett munkát csinálják, mint az üzemorvosok. Én magam részéről egyébként az az igazság, hogy üzemorvost mindig csak úgy látom, hogy rendben van minden. Jó, köszönöm szépen, aláírás, mehet dolgozni, de ez valószínű, hogy az az én szerencsém, a Jóisten így adta, hogy megadatott nekem, hogy más problémám ne legyen. Viszont biztos vagyok benne, hogy egy üzemorvos ennél jóval többet tud, illetve jóval több van a tudása mögött. Szinyei Katalin a mai vendégünk, és azért majd én szóba hoznám azt, hogy nem véletlenül a vendégünk, majd arról is beszélgetünk. De először is nézzük meg ezt a hogyan lesz valaki üzemorvos című fejezetet. Jól látom-e azt, hogy esetleg már kicsi kora óta, gondolom, hogy akkor is ugyanilyen szép volt, mint most, kicsi kora óta álmodozik arról, hogy embereket gyógyítson. Esetleg volt babája is, amivel játszott, hogy gyógyítgassa? Igen, talán ezt is el lehet mondani, és mikor érettségiztem Salgótarjánban, hát rég volt, de hát 1968-ban, ez a pálya mellett, megmondom őszintén, hogy evangélikus lelkész képzés is eszembe jutott, de aztán úgy gondoltam, hogy hát a lélek gyógyítás, meg a testi gyógyítás, hát szoros kapcsolatban van, és jóval később, 1989-92-ig sikerült levelezőn az evangélikus teológiát elvégezni. Hát ezt csak így érdekességként mondom. Nem, hogy oda is elkanyarodunk. Igen, hogy ezt így kiegészítőként elvégeztem, és Salgótarjánban érettségiztem a Madács gimnáziumban. Szóval nagyon jó gimi volt. A szakkörök közül inkább irodalmi szakkörben jeleskedtem, és érdekes módon ugye végül úgy alakult, hogy Szegedre kerültem orvosi egyetemre. Az úgy alakult, az nem úgy szokott alakulni, hogy ez csak úgy alakult. Hogy sikerült a felvételi, ezek de másodszorra, is, igen, szóval másodszorra is oda jelentkeztem. Csak azért mondom, hogy úgy alakult, mert tényleg nem is csak az evangélikus lelkészség, hanem magyar, próbálkozott színjátszókörökkel is esetleg, vagy érdekes, fellépésekkel? Azt nem, mert ugye zenéltem mellette, csak a irodalmi szakkör az olyan jó volt, hogy mentünk a tanárnővel, és a legnagyobb élményünk, hogy eljutottunk Csesztvére, és egy madács kutató, Szabó József, egyébként ő meg véletlenül nyugalmazott evangélikus püspök volt, ő vezetett minket végig. Szóval inkább így, hát mindenképpen a humán tudományok felől érdeklődtem, és Szegeden kezdtem aztán a orvosi egyetemet. Hányan voltak testvérek önök? Mekkora volt a család, ahonnan elindult? Öt gyermekes értelmiségi család. Édesapánk jogtanácsos, fiatalabb korában pedig járásbíró volt. Édesanyánk pedig már az öcsémmel, akkor mentünk felső tagozatba, háztartásbeli volt sokáig, mert hát ugye öt gyermeknek hát a felnevelése. Azt hiszem, hogy és a legnagyobb ugye 44-be született, a legkisebb 52-be, szóval 8 év alatt születtünk. És hát akkor úgy jöttek egymás után, mint az orgonasép. Igen, igaz? Úgy gyakorlatilag. És szüleitől tényleg a hazaszeretetet, hogy most ugye annak okán ülünk itt, hogy Knézics Károlyról és a többi aradi vértanúról. Oda is eljutunk. Megemlékezzünk. De először tudjuk már meg, hogy öt pici gyermek, nekivág az életnek, igaz? És megengedheti azt magának az ötből egy, hogy az orvostudományra megy, például Szegedre.
Tehát, hogy megvolt erre a lehetőség, az anyagi lehetőség? Hála Istennek megvolt, mert mind az öten sikerült, hogy egyetemet végeztünk, és különböző szakmák, hát ez így nagyon jó érzés, mert a legnagyobb bátyám építész, következő agrármérnök, a nővérem matek-fizika szakon végzett a JATÉN, József Attila Tudományegyetemben, szintén Szegeden járt, utána következtem én, és van egy jogászöcsém. Hát akkor úgy néz ki, hogy a testvérek mindent el tudnának rendezni az égvilágban, igaz? A matematikustól kezdve az építészen keresztül. Igen, szóval a reál és a humán tudományok szépen keveredtek a gyermekek. És az almák se potyognak fölöslegesen a földre, mert az agrármérnök nyilván arra is gondoskodik. Elkerült az egyetemre, elnézés közben vágtam. Igen, hát nagyon-nagyon szerettünk oda járni az évfolyam társaimmal egyetemben, és már csak 69-től 75-ig tartott a mi folyamunknak a pályafutása, és először laborba kezdtem egy rövid ideig dolgozni, utána egy keveset belgyógyászaton, Egerbe és Miskolcon, és Miskolcon voltam Fehérvár előtt egy hosszabb időt, 7 évet, és körzetben is dolgoztam, hát az igazi tehát kemény általános, munka volt. Ugye azt hiszem azért hívek, hogy általános orvos, általános ugye? Orvosi, igen. Mert ugye három kar van, ugye általános orvosi, fogorvosi és gyógyszerész kar az orvosi egyetemeken. Egy bolgaságot hagyj kérdezzek, igen, lehet, hogy az orvosok ki fognak nevetni, de én vállalom, meg gépész vagyok, úgyhogy megtehetem. Hogy az általános orvosin is speciális szakokat azért választanak, vagy nem szakokat, mert lehet, hogy nem szaknak hívják, hanem speciális területeket az emberek. Tehát az általános orvosnak is vannak azért speciális érdeklődései. Hát én most butaságot kérdezem. A mi időnkben csak a végzés után csinálhatta a különleges érdeklődéseit, mert nem volt ez a kreditpontos rendszer, mint most, hogy teljesen olyan tantárgyakat is föl lehet venni, hogy akár mit tudom, ilyen a zenetudományhoz, mert épp így hallottam, hogy ilyeneket is föl lehet venni, szóval az egyetemeken, hogy amit ő kiválaszt magának ilyen speciál kollégiumot, hát a mi időnkben még az volt, hogy szigorúan meghatározott rendbe vizsgáztunk. Tehát mindenképpen elvégezték az egyetemet, igen, utána szakosodtak. Utána kellett szakosodni, az négy évig kellett, ami most a rezidenseknek, hogy egy négy évet el kellett tölteni egy osztályon, vagy egy üzemnél, én nekem a Videotonban jött ki az a Videoton üzemorvosi szolgálatnál jött ki az a négy év, és akkor utána lehet szakvizsgát tenni, és szakvizsgám orvosiból az üzemorvostan van meg nekem. Na, most foglalkozás egészségügynek hívják, de ami maradjunk az üzemorvosnál, mert szerintem ez többen érték. Üzemorvostan így van írva. Akkor ezek szerint, akkor jól értelmeztem én azt, hogy ez is egy szakosodás. Igen, igaz? Igen. Csak mert kívülállóként, aki nem ért hozzá, van, szóval az úgy néz, hogy és igen, az üzemorvosnak nagyon milyen? Igen, apáink idejében, most házi orvosnak hívják, akkor körzeti orvos, akkor nem kellett szakvizsgázni. Szóval, és hát most nem tudom pontosan megmondani, hogy mióta minden területből szakvizsga kötelező. Na, a legelején, ahogy elkezdtem, azt én ugyan a kamerát néztem, de láttam a szemem sarkában, hogy mosolyog, hogy egy üzemorvos mit csinál, mert én tényleg csak azt látom, hogy aláír, és akkor kész. De azért, mert én úgy kerülök be, hogy az a dolga, hogy aláír, igen. Előtte megnéz, meg ide üljek, oda üljek, meg kopogtat, oda nézzek, ide nézzek. De egy üzemorvosnak, feltételezem én, azért jóval több feladata van, jóval több dolgot, és valószínűleg olyan dolgokat is kell elvégezni, ami egy laikus számára, még ha csak nézi is, lehet, hogy érthetetlen. Amikor ide kerültem 1984-ben a Videoton üzemorvosi státuszra, akkor még a gyógyítás majdnem, hogy nagyobb szerepet kapott az üzemorvosoknak a munkájában, mint most. Most inkább tényleg ez tehát jobban figyelik, hogy a munkaalkalmassági vizsgálatok meg legyenek. Gyógyító tevékenység tulajdonképpen, szóval
nem igazán az a jellemző, mert ha valakinél bajt találunk, ugye, akkor házi orvosához kell irányítani, és beutalót se adhatunk önállóan, mint valamikor régen, ezt is már jó régen, hogy... Mert akkor, igen. Mint például a 80-as években például valamelyik dolgozó az olyan üzemben túl sok festéket szippantott be... Így van, és őket negyed évente szűrték, ugye, hogy máj funkciójukat meg kellett nézni. Na, ezeket ön kezdeményezte? Tehát önök nyilván... Nem, hát ott voltunk mi többen, és akkor tudtuk, hogy mikor. Szóval ők jöttek automatikusan, ez volt a szerencse. Illetve, hogy legyen ugyanez a dolgozó. Igen, a főnökök küldték, hogy amikor nekik kellett jönni a laborba. Ez a kötelező vizsgálat. A kötelező vizsgálatokra. Na, de hogyha ugyanez a dolgozó mondjuk megfázott, megütötte a lábát, a videótomban valami... rendesen tápézeltünk, szóval ott tényleg gyógyítás is volt. Igen, körzeti orvosként is működtek. Sőt, tehát mondhatjuk azért azt, hogy a videóton elég nagy körzet volt, igen, hiszen ember dolgozott. Sok ember dolgozott, nem tudom megmondani, hogy pontosan mennyi, mert ugye vidéki üzemei is vannak még mai napig is, úgy tudom, hogy léteznek. Ilyen csillogó szemmel. Igen. Ezek szerint lehet szeretni ezt a szakmát? Mert én úgy látom, hogy ön szereti, amit csinál, tehát, és nem sajnálja egyáltalán, hogy nem valahol a kórház begyógyászatán dolgozik, sebészetén, nem tudom, hogy mi a, hát igen, a szóval, felső kategória. Persze, hogy ezek hát nem azt mondom, hogy komolyabb, hanem tényleg én is nagyon tisztelem, szóval az a klasszikus, ha valaki kórházban, meg esetleg a területen, körzetben, de most Németh Lászlónak valami mondása jut eszembe, hogy nem az minősíti az embert, hogy milyen a foglalkozása, hanem ő azt mivel tölti meg, mert ő is iskolaorvos volt, ugye jó, hogy egy nagyon nagy író, de hogy iskolaorvosi viszonylag könnyű orvosi feladatot töltött be, de hát pont azért, mert ugye azt hát azért mégiscsak könnyebb ellátni, mint ügyeletbe. Még a pályán kezdetén központi ügyeletben nem számított az, hogy valaki laborba dolgozott, vagy például a körzetbe, Miskolcon elég sűrűn esett, és bizony a idősebb kollégák szépen megfizették a fiatalabbakat, hogy ügyeljenek helyettük, mert nagyon nagy munka volt, szóval az komoly volt tényleg. Ellenmondás-e, vagy sem? Ma már én azért egyre többet hallom, hogy abszolút nem ellenmondás. Az Istenbe vetett hit és az orvosi tudomány. Ugye ön nyilvánvaló az Istenbe vetett hitem miatt választotta azt, hogy presbiterként legyen az evangélikus egyháznál, és lehet, hogy ő is illett volna, köszönöm az elején, hogy Erősvár a mi Istenünk, ezt elmulasztottam elnézés miatta, és ugyanakkor pedig a tudományokat képviseli az embergyógyászatot, hogyha volt ez a sorozat a Magyar Televízióban, a Magyar TV-ben volt, lehet, hogy máshol mindegy, ahol egy orvos, egy amerikai orvos és a tímje szaladgálnak leföl, és nagyon fontos emberek. Ahányszor ott előjött az istenhit, akkor ők mindig dobták ki a kukába. Ön orvosként és presbiterként ez biztos, hogy nem teszi meg. Nem teszem meg, de most már mások se, mert hagy hivatkozzak, biztos nem teszek vele rosszat, hogy Guzeu András professzor úr, nekünk kötelező továbbképzésen a stressz és a lelki betegségek kapcsán mondta, hogy a hit az igenis nagyon nagy tényező a gyógyulásban, és szóval ezt most már elismeri a modern orvostudomány is. Szóval nem tudom, hát, hogy ez mikori volt az a kerekasztal beszélgetés, de már még a rendszerváltás előtti években is már azért kezdett ez a vélekedés napvilágot látni, mert olvastam ilyen... Sőt, van nekünk egy csodálatos szívsebészünk is. Folyóiratokban, igen, a professzor most abban is hagyta, mondván, hogy hol van ő neki joga ahhoz, hogy emberek fölött ítélkezzen. Igen. Van egyébként joga az embernek emberek fölött ítélkezni? Nincs. Orvoslani? Mert az orvoslás valahol mégiscsak ítélkezés.
Akkor, amikor eldöntök, ahogy mondja a latin mondás, hogy medicus curat natura sanat, az azt jelenti, hogy az orvos segít, valamilyen kúrákat kitalál, de a nagy természet, amiben ugye a hívő ember szerint a isteni természetünk is benne van, a helyes irányba terelésnél, a beteg akarata, meg az ő természete, meg a csodálatos együtthatók, amik a mi sejtjeinket működtetik, az gyógyítja meg végül is a beteget. Székesfehérváron az evangélikus egyház magva, gyökere, az valahol a németség. Igen, sokan igen. Bántják, hogy a svábok, de én azt hiszem, hogy azoknak hogy az embereknek... Német vallás, hát. Igen, igen, igen. Azok az emberek, akik ebben a közösségben vannak, talán a svábot sem szégyelnék, de a németséget semmiképpen sem. Esetleg oka van annak, hogy ebbe a közösségbe protestáns egyház van más is, ugye van a református egyház, van a baptista egyház, hogy a protestáns egyházak közül éppen az evangélikusokat választotta? Hát az őseink jogán, mert tényleg a németség, hogy a dédapám, ő szepességi, az a, hogy is szokták ezt mondani, hogy spitzerdeutsch, hogy Kassán élt és működött, jogász volt, akkor valahogy ez a foglalkozás is ugye a mai utódokban megvan, mert a gyermekeim közül egyik gyerekem, a legnagyobb lányom jogász, és akkor tulajdonképpen, hát ahogy Németországban is azért még mindig túlnyomó többség az evangélikus, de katolikus is szép számban van, úgy tudom, hogy Bajorországban inkább katolikusok vannak. Tehát onnan ered a mi evangélikus gyökerünk. Hát, hogyha anyai dédpapáról. Ha már a gyökerekről beszéltünk, igen. Egy másik ágon, igen, az viszont apa, inkább apai, horvátok vannak, igen, ugye? Igen. Horvát leszármazottnak tekinthetően. Apai, már egyszer említette, igen, hogy Knézics Károly, igen, ugye ők unokája. Igaz? Igen, igen. Ezt gyorsan mondjuk már el a nézőknek, bár szerintem igen, sokan tudják, hogy ki Knézics Károly a 13-akból az egyik. A 13-akból az egyik. Felsorolnám ugye az aradi vértanúkat, hogy golyó általi halálra ugye Kisernő, Svejdel József, Dezsőfi Arisztid és Lázár Vilmos lett ítélve, és akkor utána a 9 bitófán kivégzendőek közül első volt Pöltenberg Ernő, utána Török Ignác, harmadik a Láner György, negyedik Knézics Károly, utána Nagy Sándor József, Leininger Westerburg, Aulich Lajos, Damjanich és Vécsei. És hogyha már így felsoroltam őket, szóval nagyon nagy tragédiák feszültek az ő családi hátterükbe, mert például Vécseinél is, és hasonló volt a Knézicsnél, csak nem volt az ő halálára következménye annak, hogy volt még 2 fivére, és ők az ellenoldalán álltak, de a Vécsei Károlynak az édesapja megmentette volna az ő életét, de még direkt, ugye, mint egy császárhű ember, súlyosbította az ítéletet, vagyis hát nem mentette meg, és állítólag neki is volt 2 fivére, akik szintén az ellenoldalon álltak, és ezért végezték ki Vécseit a legutolsónak, hogy büntetésül, hogy ő nézze végig a és többieket. És azért azt tudjuk, igen, hogy sok gonosz dolog igen, történt. Igen, igen. Többek között ugye katonákról lévén szó, katonatisztekről lévén szó, a kötél általi halál, ezeknek az nagyon megalázó volt. És valaki mondta, hogy van valami könyv, ahol így közelebbről leírják, hogy micsoda, majdnem, hogy tényleg ilyen amatőr, meg ilyen durva módon kicsik voltak azok az akasztófák, szóval direkt arra mentek, hogy még meg is kínozzák őket. Igen, bele kellett googolni abba, hogy meghallhasson. Hát Damjanich volt ugye a legmagasabb, és igen, akkor meg el is volt törve a lába, szóval őt ahogy, de szóval ez nagyon, mert hát egy sor tűz, hát ott is meg kell halni, de hát egy katonához hát mégiscsak az a méltóbb, de az, hogy mit köztörvényes bűnözőket úgy végezték ki őket, ez nagyon nagy fájdalom szerintem az egész magyar nemzet számára.
Így igaz. Krézis Károly, ugye 1808-ban született szeptember 6-án, nem olyan régen, másfél hónappal ezelőtt ünnepelhettük a egy hónappal ezelőtt ünnepelhettük a születésnapját. Tetszett említeni, ugye Damjanicsot, akit törött lábbal végeztek ki. Damjanics lába az még korábban tört el. Igen. És akkor, amikor eltört, akkor lett ugye tábornok a Knézics Károlyból, hiszen akkor vette át a seregeket. Egyébként az előbb, amit említett, hogy voltak olyanok, akiknek rokonai vagy testvérei a császári oldalon voltak. Igen. Ez igaz az olyan ükapjára is. Igen, igen. Ugye Görgei Artúr a budai csatánál hátra is vonta a második vonalba. Igen, pontosan igen. Azért, hogy ne kelljen szembesülni, igen, a saját testvérével. Mert fölkereste Knézicset egy osztrák tábornoknak a édesanyja, aki Budapesten élt, és figyelmeztette, hogy melyik részen van az ő öccse, és hát úgy intézték, hogy hát ő a koronét, tehát hogy ne pont ő vele legyen szembe. Tessék elmondani nekünk, hogy ilyen csodálatos embereknek, leszármazottjaként. Tudom, hogy ez nem érdem, ez egy állapot. Igen. Ezt önök megkapták a jó Istentől, de azért ezt hordani kell, viselni kell. Igen, és minél idősebbek vagyunk, már így a testvérek is, meg hál' Istennek nagyon sok unokatestvér van, annál nagyobb felelősség, hogy megadjuk a tiszteletet, meg az emléket, vagy ápoljuk, és ebbe a bátyám Szinyei Béla és Misinger Gábor az egri leszármazottak közül az egyik ikonaka. Ők jeleskednek, és szinte tényleg most már az összes rokon föl van térképezve. A külhomba szakadtakkal együtt 141 ikonaka, mert dédunoka, ugye az utolsó, aki volt, édesapám volt, 98 évet élt, és ő volt az utolsó dédunoka, és szóval sikerült így szépen föltérképezni ezt a családot, és évenként találkozókat szervez ez a két ember. Ez az éves találkozó, ez október 6-ára? Ez nem, ez a szolnoki csata emlékére, ami március 5-én volt, mert ez a nagyobbik bátyánk Szolnokon él, és barátságba keveredett a Szolnoki Múzeum igazgatójával, Horváth József úrral, és van egy relikvia, ami a bátyámnál van, és letétbe odatta még a múzeum neve is, hogy Damjanics Múzeum, hogy odatta, és ők megengedik, hogy évente a múzeumnak a szép nagy termébe, ez a nagy család, amiből olyan 50-60 ember. Az egyik kitüntetés biztos, mert volt is róla cikk, hogy ugye akkoriban volt ugye harmadfokú, másodfokú és elsőfokú érem. Az elsőfokút azt csak Bem tábornok, meg talán Damjanics kaphatta meg, de hát ezek elvesztek, mert kevés, na szóval... Hát ezt el is kobozták. Elkobozták, és Knézics Károly, mikor elbúcsúzott a feleségétől, akkor gondolt rá, hogy odaadja, és neki volt egy másod, meg egy harmad rendű érdemérdeme, az egyik a Szolnoki csatáért, a másikat pedig a komáromi ütközetnél jeleskedett, és az egyik a egri, vagy az egyik a kisebbik, na mindegy, a két lánynak emlékül, és ezek meg is vannak. És hogyha így akkor Katalin volt a feleség is. Kapitány, ugye? Katalin volt, igen, a feleség, egy neves egri polgárnak a leánya. Érdekes módon ők is szláv származásúak, rácok, és a egri rác templomba a kapitány Katalin, a feleség ott van eltemetve, meg a szülei. És Knézics Károly hát elég fiatalon oda került Egerbe, kijárta megfelelő katonaiskolákat, akkor rövid ideig Galíciába is volt, valami poros seregekkel,
vagy porosz volt a főnöke, mert a lengyeleket, kellett szegényeket ugye megzabolázni, mert polgárháborús viszonyok voltak, hogy a parasztok és a nemesek ádáz küzdelmet folytattak egymással, és onnét helyezték Egerbe, Knézics Károlyt, ott ismerte meg a feleségét, és két leányuk született, várjunk csak, igen, 1842-ben a nagyobbik, Olga, az a mi dédmamánk, és 1844-ben Irén, ő pedig az egriek, és mind a kettőjüknek nagyon szép számú családja volt, és tényleg ők is ugye maguk körébe, főleg az egri leszármazottak körébe sok híresség volt, és nagy lelkű mecénások is voltak köztük, akik például az egyik egri temetőre adtak ugye telket, és Eger díszpolgára is volt az egyik egri leszármazott, aki hát ez is levéltári vagy hivatalos adatok bizonyítják, hogy nagy szőlős gazda volt, borász, de ki is tanulta a szakmát, meg már ezek a többi leszármazottak is, és a egri bikavérnek a kinemesítése az ő nevéhez fűződik, és Gröber Jenőnek hívták ezt a nemesítő embert. A Gröber név az úgy jött be ugye a Knézics családba, hogy a két lányt egy testvér pár vette el feleségül. Ez mi szempontunkból, leszármazottak szempontjából nagyon nagy könnyebbség, mert jobban a rokonságot jobban szorosabbra fogja, mert aki másodunak a testvér, vagy harmadunak a testvér, az valójában egy fokkal közelebb van, mert mivel a dédszülők, a férjek és a feleségek is testvérek voltak. Igen, egyébként ez a maga módján pikáns is, ha úgy tetszik. Igen. De nem csak a Gröberek dolgoztak, vagy foglalkoztak szőlővel egyébként, ugye, hanem a kapitány Katalin is foglalkozott. Igen, szóval már ők is, igen, mert amikor nem tudott végig ott maradni, azzal nem vagyok tisztában, hogy a többi feleség, hogy ők ott maradhattak-e Aradon, vagy ott várták ugye az ítéletet, hogy mi lesz, de hát ő neki a szüret miatt vissza kellett menni. Igen, igen. De talán a kitüntetés menekülhetett de meg ezért. A kitüntetés az megmenekült. Mert azt elvette volna, igen, az osztrák, igen. És így a kapitány Katalin, igen, hazament a szüretre, az egri szüretre, igen, a kivégzés sajnos ezután, igen, hát következett sajnos, be, ugye. De a kitüntetés, ami most Szolnokon látható, az így megmaradt. Igen, az igen. Az megmaradt. Üzemorvosként, és egy ilyen csodálatos embernek az ükunokájaként, hogy érzi, hogy van-e valamilyen fajta üzenete ennek a kettősségnek? Például Székesfehérvár felé. Ez egy királyi város, egy koronázó város. És azt hiszem, hogy olyan 13 emberről beszélhetünk, akik ugyanúgy megérdemlik a koronát a fejükre. Pontosan ugyanúgy. Érez-e ilyenfajta kötelezettséget, hogy kifelé is. Tehát nem csak, hogy találkoznak a kivégzettek leszármazottjaival, igen, hanem hogy ezt minél többen megismerjék Fehérváron is. Meg minél igen, szóval én szívesen mesélek róla, meg már mikor gimnazisták voltunk, akkor, mert úgy nagyon régen, még az úgynevezett rákos időkben, még ezzel sem nagyon lehetett előjönni, hogy valakinek aradi vértanú a felmenője, de szóval hát így beszélünk róla, meg tényleg az fontos az embereknek, hogy azzal is kezdtük ugye a beszélgetés elején, hogy emlékezni rá és ápolni az emléküket, és hát akkor nyilván a családi körbe, meg a baráti körbe, meg a közéletbe, hogy a városi környezetbe, akár így a paciensekkel is szoktunk róla
beszélgetni, hogy adódik egy kis idő, mert szerencsére egy üzemi orvosi rendelésen az élegyünk őszinték, ott hát nincs az a annyira nagy időszorítás, mint a házi orvosi körzetben, mert tudom, mert csináltam mind a kettőt, és ugye hát ha nagyon nagy a forgalom, akkor úgy nem nagyon lehet elbeszélgetni a betegekkel, meg aztán tényleg előjöhet olyan, hogy valakinek szintén hasonló felmenője volt az ismerősek között, és hogy csak ő megúszta, de ugyanolyan jeles honvéd tábornok volt. Őrizzék is akkor igen. Mindannyian a név szerint ugye a CEC tábornok, igen, uh-huh. És akkor neki az egyik leszármazottja itt él és ismerem. Szóval ezek hát a haza szeretetnek a részei, hát ahol élünk, ugye lokálpatriótának kell lenni, most már eltelik 2 év, már akkor több időt fogok élni Székesfehérváron, mint addig ugye a szülővárosomban, meg az egyetemi képzés alatt máshol. Igen. Szinyei Katalin, ő volt a vendégünk a fehérvári beszélgetésekben, és az üzemorvos, Krézics Károly ükunokája és református lelkész. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meg. Evangélikus. Bocsánat, én vagyok a református, ezért mondtam gyorsan azt, hogy református. Igen, de a reformátussággal is kapcsolatban, mert apai ágon meg híres református ősök vannak. Szóval bocsánatot kérek akkor, miatta. Evangélikus lelkész. Úgyhogy éppen ezért akkor még egyszer ki kell, hogy mondjam, hogy erősvár a mi Istenünk. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm. Önökre pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra.